Három forduló után veretlen a Diós Győr a bajnokságban, a Magyar Kupában pedig magabiztosra jutott tovább a DVTK. Hétvégén jön az újabb feladat. A Kecskemét érkezik Miskolcra. De előtte még kicsit visszatekintettünk a mögöttünk hagyott napokra. Szivis Tomislav, Gosztonyi András és Bognár István van ebben a segítségünkre. Ha nézzük tavaly szezont, akkor kétszer x-eltünk a Hall jelen. Szóval akkor most már előre lépünk, azért mert már 3 pont van a Hallitól, tavaly egész szezonból 2 volt. Szóval így is lehet nézni. És az volt a cél, hogy azt a meccset tudunk sikeres lenni, és begyújtani 3 pontot a hazai pályán, ami sikerült. Utána jött egy kellemetlen kötelezettség a Vasas ellen. Persze, hogy MB2-es csapat ellen kellett tovább jutni, de lehetett látni, hogy Vasas komoly célokra indul, és leigazolt sok MB1-es játékos. Pluszban olyan sorozatban vagyok, hogy most ez 10. meccs volt, mikor játszok minden 3 napot. 3. nap. És jó is játszhatunk, tényleg jó sikerült az egész, és innentől kezdve most a vasárnapi 3 pont a cél, és most innentől kezdve el foglalkozunk. Győztünk, jó. Nem, viccet félretéve, tényleg a mester is ment az előbb, hogy ugye szerda-szombatban játszottunk, sok utazás volt, ugye a hazai meccsünket is Debrecenben játszottunk. Igazából tényleg azt lehet mondani, hogy 2 kötelező győzelem volt az utolsó 2 meccs, ugye a Haladásról, meg a Vasasról beszélünk. Azt gondolom, hogy abszolút pozitívum volt ez a 2 győzelem. Igazából vasárnap jön, ott is ugye azt gondolom, hogy a 3 pont igazából majd nem kötelező, úgyhogy állunk a feladat elé. Hát, hogyha rövidre akarom zárni, igazából akkor ugye a Haladás elleni meccsen csak a 3 pont volt a cél, a kupában pedig a továbbjutás, az, hogy ez milyen eszközökkel, az előtte lévő napokban igazából mindegy volt, de ez jól sikerült mind a kettő. Tehát azt gondolom, hogy a 3-0 az egy szép eredmény, ha ugye azzal a célra mentünk, hogy a 3 pont volt a lényeg. Ugyan nem teljesen játszottunk talán úgy, ahogy kellett volna, tehát tud ennél többet ez a csapat játékba, de tényleg a 3 pont volt a legfontosabb. A kupameccstől meg ugye ott nincs javítási lehetőség, úgyhogy igazából nem lehet hibázni. Azt gondolom, hogy 100%-osan oda tettük magunkat, és nem forgott veszélybe a továbbjutás. Úgyhogy attól függetlenül, hogy egy nehéz meccsre számított mindenki, mert azért a Vasas ugye feljutási céljai vannak. Nyilván nekik is ez egy lehetőség lett volna, hogy egy jó NB1-es csapatot ugye búcsúztassanak már az első fordulóba, de azt gondolom, hogy tényleg egy percig se forgott veszélybe a továbbjutás, ami nagyon pozitív. És ugye számunkra a Magyar Kupa nagyon fontos, az is, mint minden. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a hétből nagyon jól jöttünk ki, és így kell folytatni. És akkor lássuk, mit vár a hétvégi mérkőzéstől a DVTK vezetőedzője és a játékosok. Kellemetlen ellenfél, azért mert ők velek is tavaly 2-szer x-eltünk, de tavaly más volt, és most azt akarunk, hogy mutassunk, hogy az véletlenül volt. Egy olyan csapat jön, aki beton bunker fog játszani védekezésben, és kontrára fog várni. Szóval ezt kell szétbontani minél hamarabb, utána nem lehet gond. Muszáj, hogy kijön a különbség, és semmi más cél nincs, mint 3 pont. Úgy gondolom, hogy csak is a 3 pont elfogadható, szóval ugye 7 pontunk van 3 meccsből, azt gondolom, hogy ez egy azt gondolom, hogy jól kezdtük a bajnokságot. Itt az akarok folytassuk, igazából tényleg, ahogy az előbb is mondtam, csak a 3 pont, úgy gondolom, hogy csak az lehet elfogadható. Gondolom én is, hogy a Kecskemét nem támadó futballt fog játszani vasárnap. Nyilván
ki kell, hogy jöjjön ugye a két csapat közti különbség, de hogyha nem 100%-osan, nem is 110%-osan állunk a mérkőzéshez, akkor ez bebizonyosodott már sokszor, hogy a magyar élvonalban bárki megverhet akkor bárkit. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha úgy megyünk ki a pályára, hogy eddig, akkor nem lehet gond. De nem számítok könnyű mérkőzésre, ahogy sosem igazából. Az előző szezonban Szilis Tomislav többször utalt arra, hogy de jó lenne gólokat lőni, majd keserédesen hozzátette, mikor lőttünk mi több gólt. Idén viszont a Haladás ellen 3, a Vasas ellen 4 gólt rúgva sikerült győzni. Kíváncsiak voltunk arra, mi változott. Hát kezd alakulni egy más típus csapat, egy játszós csapat, és abban lesz még sok-sok gól. Azért, mert teljesen más stílus, azért, mert más játékosok vannak. Tavaly sokszor mondtam, hogy mink egy munkás csapat vagyunk, az is voltunk. Viszont szép eredmények elértünk avval is. Most, még egyszer mondom, most kezd alakulni egy csapat, aki focizni fog, aki játszani fog egy olyan focit, hogy tetszeni fog a szurkolóknak még többet, és azt is kell maradni, ami idáig volt, az a harcos, munkás dolgok, fegyelem a pályán, plusz ez, akkor az egy szép dolog lehet. Az első három bajnokin egyaránt 0-0 volt a félidei eredmény, majd a Puskás Akadémia és a Haladás ellen sikerült megnyerni a találkozót, az Újpest ellen pedig megszerezni a vezetést. Türelemjátékot játszik a Diós Csőr? Kérdeztük. Az is. Hát ebből kell tanulni azért, mert én mikor analizáltam tavaly szezont, akkor kaptam egy érdekes eredmény, hogy 15 pont elment olyan csapat ellen, ahol nem szabadott. És akkor megnéztem a gólokat, ez csak koncentráció és fegyelmetlenség volt, és ha ezt javítunk, és tartunk, ami volt, akkor 10 pont több lesz, és akkor az már jobb, sokkal jobb. És most ebben foglalkozunk, hogy minél kevesebb legyen ilyen, hogy semmiből kapunk a gólokat, utána sírunk, utána meg kell tanulni, hogy ez itt vár. Nem szabad innen pontokat vinni senkinek, pontot se. És ha ezt megtanulunk, akkor nagy előrelépést fogunk megtenni. Viszont rajta vagyunk, játékos partnerok, tényleg. Egy új szellem van csapat belül, ami nekem tetszik. Viszont olyan játékos is igazoltunk, hogy én azt akartam, hogy hozunk olyan játékos, akinek élmény focizni Diósgyőrbe, akinek van motiváció, aki éhes a sikerből, és akinek jelent, hogy itt van, nem fordítva, mint ami volt. És utána majd meglássunk, kinek lesz az igaza. Bognár István azt mondta, hogy szerinte a Haladás ellen gyengén játszott a DVTK, és így nyertünk 3-0-ra. Azt kérdeztük, mire számítsanak az ellenfelek, ha jól játszik a csapat. Hát nyilván, ugye Mester is mondta, hogy alakulóban a csapat, a stílus szempontjából nyilván ehhez idő kell, ugye mindig mindenki azt mondja, hogy idő kell ehhez ahhoz, de hát ez nem kifogás meg ilyesmi, hanem ez így van. Tehát én is 4 hete vagyok itt, tehát ez a tartalmas volt mondjuk ez a 4 hét, de nyilván idővel ugye az új játékosok, illetve a régiek, akik itt voltak, nyilván az összhang egyre jobb lesz ugye idővel. Arra értettem, hogy nem játszottunk túl jól, hogy ez így volt, tehát konkrétan tud ennél többet ez a csapat játékba. Nyilván nem volt könnyű, mert azért a Haladás eléggé beállt, tehát egy 5 védős rendszert játszottak, a 2 belső középes is eléggé védekezett, úgyhogy nyilván ez a türelem, amiről az előbb is kérdeztétek a mestert. Nyilván itt megvolt, aztán idővel sikerült ugye 1-et, utána meg már nyilván ők kijöttek, 2-3. Azt gondolom, hogy igen, alakulni fog a csapatjátéka, tehát nyilván lesznek jobb meccsek, rosszabb meccsek, nyilván ez benne van a futballban, nyilván mi törekszünk ugye a jóra, de természetesen idővel fog a csapatjáték is, illetve az összhang is javulni, fejlődni. A sajtótájékoztató végén Szilis Tomislavtól arról érdeklődtünk, mit tud az Iváncsáról a következő Magyar Kupa ellenfélről.
tudom én mindent. Dunaújváros mellett 10 km. Összes volt Dunaújváros játékos játszanak ott. Megnyertek a bajnokság, nem indultak a NB3-ba, azért mert nincs utánpótlás. Hát tudom én mindent. Hát jó csapat. Nagyon jó.